Katonákkal, iskolásokkal és más érdeklődőkkel telt meg a Józsa András Múzeum nagyterme hétfő délután. Afganisztánról és a 10 évvel ezelőtt ott uralkodó helyzetről hallhattak, amely már valamelyest előrevetítette az elmúlt hónapokban történt eseményeket. A Honvédség parancsnokságának dandártábornoka kétszer járt az országban, elő 2007-ben, majd 2010-ben. Előadásában bemutatta a magyar katonák erőfeszítéseit, amelyeket azért tettek, hogy elfogadtassák az akkori afgán kormányt a helyi emberekkel, és hogy hozzájáruljanak az életminőségük javításához. Mindezt úgy, hogy Afganisztán 10 évvel ezelőtt sem számított biztonságosabb országnak. Már akkor is ez nagyon nagy stresszt jelentett, és egyértelmű, hogy azóta gyökeresen megváltozott a helyzet. Tehát addig, amíg az akkori kormánynak volt egy befogadó szándéka irányunkban, és kérték a támogatást, addig az új kormányról ezt nem lehet elmondani. Tehát sem Magyarországnak, sem a NATO-nak per pillanat nincsen konkrét kapcsolata az új ottani kormánnyal. Én úgy gondolom, hogy nem is az én posztom, hogy ezt megítéljem. A képes beszámolóra az Adasség tisztelet a katona eszménynek című előadás sorozat keretében került sor, amely 2018-ban indult el azzal a céllal, hogy a mai társadalomban civil életben a honvédség és honvédelem eszméjét népszerűsítsék. Elsőbb azokat a korosztályokat keressük meg, akire majd úgymond a jövőben lehet számítani, meg azokat is, akiket mondjuk érdekel a honvédség, azt a korosztályt is, aki már nem lehetett katona, de érdekli, meg azt is, aki volt katona, de már ugye kiment az időből. Úgyhogy mindenki, a legszélesebb rétegekre próbáltunk alapozni. Az eddigi előadásokhoz is a Magyar Honvédségtől hívtak különféle előadókat, és a szervezők bíznak benne, hogy a sorozatnak lesz folytatása.